Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben 2013. március havi adásában. A Lólépésben című sakmagazin a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei sakszövetség állandó sakmagazinja, ezért a műsor kezdetén a korábbi hagyományokhoz képest ebben a műsorban is beszámolok az előző felvétel óta a megye sakkéletében történtekről. Egy korábbi adásban elmondtuk már, hogy a magyar sakkélet hasonlóan minden más sportághoz, így például a labdarúgáshoz is, különböző szintű csapatbajnokságokat is jelent. Van a sakkban is NB1-es csapatbajnokság, NB1B és NB2-es csapatbajnokság. Minden megyének van saját csapatbajnoksága, és ezen belül sok-sok megyében, így megyénkben is van úgynevezett másodosztályú csapatbajnokság, ami már nemzetközi értékszámszerzésre nem jogosít, hanem alacsonyabb minősítésű, kisebb tudású sakkozóknak biztosít versenyzési lehetőséget. Először is a minőségi sporttal kezdeném a beszámolónkat. Az NB1B-ben szereplő Nyíregyházi Sakkiskola Sportegyesület, amely a szponzor révén Opel Kisvárda néven is ismeretes, az NB1B-ben nagyszerűen teljesít. Az előző fordulóban, február 17-én a debreceni csapattal mérkőzött kemény küzdelemben 6-6-ot végeztünk, míg március 3-án a bajnokság egyik esélyese, a jelenleg második helyen álló Röszkei Sportegyesülettel szemben pompás győzelmet aratott a Nyíregyházi Sakkiskola, ha minimális arányban is, de ez azért kuriózum, mert a Röszke nem szokott, senkitől sem kapott még ki, szinte minden más csapatot leszokott győzni. Erejüket mi sem jelzi jobban, hogy ellenünk csak Szerbiából 5 sakkmestert hoztak vendégjátékosként, mégis a nyíregyházi csapat győzedelmeskedett. Az NB2-es küzdelmekben megyénknek 2 csapata vesz részt, a Tiszavasvári Sportegyesület, a Tiszavasvári Takarék Sportegyesület és a Nyíregyházi Piremon. Ők kicsit hátrébb állnak az NB2-ben, mint az NB1B-ben a Nyíregyházi Sakkiskola. A Sakkiskola Opel Kisvárda ugyanis az NB1B-ben jelenleg a 7. helyen állomásozik, és ha jól emlékszem, 5,5 ponttal van lemaradva a bronzérmes helytől. Úgy, hogy minden erős csapattal játszott már, most jönnek majd a könnyebb mérkőzések. Az NB2-ben a Piremon áll jobban, 8. helyen, míg a Tiszavasvári a 10. helyet őrzi jelenleg. A megelőző 2 fordulóban, február 17-i játéknapon a Piremon pompás győzelmet aratott a rutinos erőkből álló Sajó-Szentpéteri csapattal szemben, és a Tiszavasvári pedig sajnálatosan Miskolctól kikapott súlyosabb mértékben 8-4-re, míg március 3-án a 2 csapat összecsapására került sor. Igaz, hogy megyebeli csapatokról volt szó, azonban mégsem kímélték egymást, adok-kapok küzdelemben végül a Piremon győzedelmeskedett 8-4-re, a Szabolcs megyei csapatokat Bundavád igazán nem érheti. A megyei csapatbajnokságban 11 csapat küzd a bajnoki címért, illetőleg az érmes helyezésekért. A bajnoki cím eldőlni látszik, a Nyíregyházi Sakkiskola második csapata vezeti a mezőnyt, annak ellenére, hogy egy mérkőzéssel még kevesebbet játszott, így is 2 ponttal vezeti a mezőnyt, a második, harmadik helyért pedig óriási küzdelem van még, a mezőny még nem kiegyenesedett, vannak elmaradt mérkőzések, nehéz még megjósolni, hogy mely csapatok lesznek még érmesek. Igen, sok versenyre került sor az elmúlt 2 hónapban megyénkben. Az egyik legnépesebb versenyünk volt, a decemberi Mikulás Kupa 8. alkalommal rendezte meg a Nyíregyházi Sakkiskola a Megyei Sakkszövetséggel együtt a Mikulás Kupát. Ha jól emlékszem, 188 gyermek sakkozott ezen a rendezvényen. Pontosan emlékszek a számra, nagymester? Hát egy kicsit kevesebben, 178. 178-an. De egy számot. Igen, igen. Köszönöm a kijavítást. Minden esetre a 178-as létszám is meglehetősen nagy létszámú, országos viszonylatban is, rendkívül kevés az olyan gyermekverseny, ahol ilyen sokan vennének részt.
más tömeges versenyünk is volt, lezajlottak a diákolimpiáknak a városi, illetőleg a megyei döntői is. Március 2-án fejeződött be a diákolimpia csapat, általános iskolás és középiskolás csapat döntők. Itt is több mint 100 gyermek, illetve diák ült az asztalokhoz. A megyei kupa felnőtt csoportjában a nyíregyházi sakkiskola csapata diadalmaskodott, egy kivételével valamennyi játékos egyébként gyermek, illetve ifjúsági korcsoportú volt. Szoros küzdelemben az ezüstérmet a Piremon felnőtt csapata szerezte meg, idézőjelben értve felnőtt csapat, ugyanis az ifjúsági nevelő egyesület, az MB2-es Piremonnak a csapata, valamennyi játékosa ifjúsági korú volt. Ahogy a bajadzókból hallhattuk, kezdődjék hát a játék. Megkérném Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, tanítson tovább minket. Köszönöm szépen a szót, én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Szeretnénk tovább folytatni a gyalogvégjátékot, amit már elkezdtünk. Az előző két adásban is néztünk különböző állásokat, ugye az opozíciónak az alapelvét, a négyzetszabályt. Ma én mindenképp a szélső gyalogról szeretnék beszélni, hogy mennyi, mikor lehet bevinni, mikor nem lehet bevinni. Általában ugye, hogyha a királyok helyzete úgy áll, akkor gyakorlatilag ugye szélső gyalogot nem tudunk bevinni, ugye az A vagy a H vonalon álló gyalogot. Nézzük is meg legegyszerűbben gyakorlati szemszögből ezt a gyalogvégjátékot. Egy királyt rakjunk G5-re, fehér királyt, fehér gyalogot rakjunk H6-ra, egy fekete királyt H7-re. Ugye, hogyha egész egyszerűen ezt nézzük, ugye ezt a H-gyalog nem lehet bevinni, ezt a H-gyalogot, mert a király előtte meg tudja tartani a bemenő mezőket, tehát a H7 és H8 mezőket, egész egyszerűen király H8, király G8-at tudunk lépni, király H8, király G6, király G8, ugye H7, és király H8-al ugye döntetlen lesz az állás. Tehát ez az egyik legegyszerűbb ugye szélső gyalogos gyalogvégjáték. Most egy picit nehezítünk, rakjuk vissza a királyt G5-re, fehér oda, az H7-re, egy-egy fehér és fekete gyalogot pedig rakjunk, feketét A6-ra, a fehéret pedig A4-re. Így már egy kicsit ugye nehezedik vagy bonyolódik az állás. Azt kell tudni erre az állásról, hogyha fehér lép, ez fehér meg tudja nyerni. Ha fekete lép, akkor viszont döntetlen lenne az állás. Hát kezdjük először is fehérre. Ugye minél előrébb van a fehér gyalog, annál nagyobb az esély arra, hogy a plusz gyaloggal odaadva a H6 mezőn a fehér király szélvész sebesen átrobog az A6 gyalogért, és ugye el tudja foglalni a B7 mezőt. Tehát ezt fogjuk most megnézni, hogy a fehér lép A5 lépéssel, ugye A6-on tudja azt a gyalogot blokkálni, ugye leszorítani, fekete most király G8-at vagy H8-at lép, más nem tud, király F, hát igen, király F6-tal fehér király elindul, az G6, király F6-tal induljunk el, jó, király H7, amúgy az is jó lépés lenne, csak egy lépéssel később érnénk oda, király E6 következik, király üti H6, ugye király D6, király G6, király C6, király F7, vagy F6, király B6, és király E7, menjünk E7-re inkább, király üti A6, és király D7 következik, és már majdnem elérte, majd fogunk beszélni a kulcsmezőről, a C8 mező a kulcsmező, de fehér király B7-tel elfoglalja az ideális pozíciót saját magának, és ugye a C8 mezőre nem engedi be a fekete király, és most egész egyszerűen A6, A7, A8 vezért fekete nem tudja megakadályozni, és ugye a gyalog átváltozás után egy vezérrel tudunk mattot adni. Picit rakjuk vissza az állás, ugye az A4-re a fehér gyalogot, A6-ra a feketét, ugye a fehér G5-ön volt, a fehér király H7-en a fekete, H6-on a fehér gyalog, ugye, és hogyha fekete lépne, akkor ugye fekete A5-öt lépne, ugye
kicsit hátrébb tudja szorítani azt a fehér gyalogot, amelyik A4-en áll. Ugye hát most lehet annyival segíteni, hogy király H5-öt lép fehér, picit tempót fogunk nyerni H5-re, király H8, király G6, király G8, ugye király F6, most indulunk el a másik irányba, király H7, ugye király E6, király üti H6, király D6, király G6, király C6, király F6, király B6, vagy B5, király, mindegy, király E7, úgyis leütjük, király üti A5, király D7, és ugye király B6-ra tud most csak fehér menni, és fekete ugye el tudja foglalni a C8 mezőt, a fekete király, és ezt kell megjegyezni, hogy ez a kulcsfontosságú mező, ha védekezünk. A védekezésben ez a mezőt, ha elfoglalja a gyengébben álló fél, ugye a gyalog hátrányos fél, akkor fehér nem tud nyerni. Mert ugye, ha beért a fekete király B8-ra vagy A8-ra, azt az előbb az első állásban már megnéztük, ott a gyalog nem tud bemenni, az pat lesz. Ha viszont a fehér király A7-re megy, hogy ne tudjon fekete bemenni, akkor ezzel akadályozza a saját gyalogjának a bemenetelét. Ugye most király C7, fekete király C8-al fogja tartani a döntet, most A5, hát most király C7, A5, gyaloggal, király C8, ugye A6, király C7, és nem tud kijönni, király A8, király C8, és A7-tel ugye befalaszta magát a fehér király, király C7, és ugye pat lesz a játszma vége, tehát ezzel fekete, mivel ugye elérte a C8 kulcsfontosságú mező, sikerült a döntetlent megszereznie. Tehát nagymester, ha jól látom, arról van szó, hogy a védekező királynak kell elfoglalni a gyalog átváltozási mezejét, vagy igen, pedig a gyalog elé kell bekergetni a gyaloggal rendelkező királyt, és nem engedi ki onnan a védekező királyt. És így pattá értem alakulni, tehát így lehet a döntetlen kiharcolni. Nézzünk egy másik állást. A fehér király az F3-on van. Van A4-en egy fehér gyalog, A5-ön a fekete gyalog, ugye F6-on egy fekete gyalog, fekete király van G5-ön, és egy fehér gyalog van H2-n. Megint egy hasonló szerkezet, erről azt kell tudni, hogy ugye fehérnek van egy távolabbi szabad gyalogja a H-vonalon. Ezt úgy, azért nevezzük távolabbi szabad gyalognak, mert a fekete királynak addig kell elmenni, tehát a H-vonalon kell, ugye eddig kell eljönni, addig a fehér királynak ugye nem kell olyan messzire menni, neki F6-ig kell az F-vonalon menni, tehát nem kell olyan messzire menni, olyan távol, mint a fekete királynak, úgyhogy ezért ez az állás gyakorlatilag, hogyha lenne még egy-egy gyalog, mondjuk B6-on meg B3-on, akkor simán megnyerni, nem kell, de akkor simán megnyerni. Ugye most a távoli szélső gyalogokról beszélünk, és mivel ugye A5-ön és A4-en van a fekete gyalog, az előző példában már láttuk, hogy itt nagyon jó esélye van feketének arra, hogyha így sikerült a gyalogokat ugye megállítani A4-en és A5-ön, akkor ezt a döntetlent ki tudja harcolni fekete. Ha ez egy picit rakjuk az A6-ra a fekete gyalogot, és A5-re a fehér gyalogot, ugye azt is láttuk az előtt, ez pedig már fehér nyerni meg, mert amikor leüti az A6-ot, fekete király nem tudja a C8 mezőt elfogni, és király B7-tel ez már fehérre nyerő állás lenne. De rakjuk vissza A4-re és A5-re, fekete ugye király H4-gyel egyedüli esélyként elindul a fehér gyalogért, fehér király király F4-et lép, ugye király H3 jön, király F5, király üti H2, ugye király üti F6, és most ugye fekete, amilyen gyorsan tud, visszaindul ugye a C8 kulcsmező irányába, király G3 jön, király E5, király G4, király D5, király F5, király C5, király E6,
király B5, király D7, király üti A5, és simán elértük ugye a C8 mezőt, most még B8-ra és A8-ra is be tudunk érni. Akkor viszont, lehet, hogy az előbb rosszul mondtam, most nézzük meg úgy, hogy A6-on van a fekete gyalog, ugyanezt az állást, mert most így, ahogy leszámoltuk az, hogy A4-en és A5-en, szerintem még így is vissza fog érni a fekete király, G5-ön van, fekete gyalog F6-on, és fehér gyalog H2-n, és a fehér király F3-on. Igen, most, hogyha ezt nézzük, szerintem itt is most el tudja érni, mert gyorsan tud visszamenni, de nézzük le és ellenőrizzük le magunkat, tehát ezt is ki tudja fekete tartani döntetlenre. Király H4 következett, király F4, király H3, király F5, király üti H2, király üti F6, és ugye király G3, király E6, király F4, király D6, király F5, király C6, király E6, király B6, király D7, és király üti A6-ra, ugye király C8-al elfoglaltuk ezt a mezőt, és király A7-tel ugye az előbbi pozíció fog kialakulni, egész egyszerűen nem tudja a fehér saját királyától bevinni azt az agyalogot. Ha pedig ugye király B6-ot lépne, ugye azt is azt legelőször nézzük, akkor király B8, király A8 és A6, igen, király A8, és A7-tel pat lesz az állás, és nem lehet ezt megnyerni. Tehát ennyit kell tudni igazából a szélső gyalogokról. Volt egy nagyon érdekes gyakorlati játszma is, több is volt, ugye ahol igazából szélső gyalogokkal próbáltak nyerni, és volt is olyan szerkezet, ahol lehetett nyerni. Most szeretnék felállítani egy olyan állást, ami nemrég jött ki gyakorlati játszmában, mégpedig egy csapatbajnokságon. Ez csak egy nagyon érdekes és tanulságos kis parti. Az ember nagyon sokat tanulhat belőle. A fekete királyt rakjuk F6-ra, a fekete gyalogot H5-re, ugye a fehér gyalogot azt vegyük le, H4 és G3-ra rakjunk egy fehér gyalogot, és egy fehér királyt rakjunk C5-re. Na most itt azt kell tudni, nagyon érdekes és tanulságos kis végjáték alakult ki. Itt azt is mondhatnám, hogy ugye fehér igazából ugye két helyre mehet, ugye vagy D4-re, vagy D5-6-ra, vagy D5-re, tehát igazából akkor három helyre mehet, D4, D5, D6. Ha D4-re menne, ugye, hogy visszafele menjen a király, akkor fekete király F5-öt tud lépni, és király E3-mal, ugye, hogy visszajön és megvédje a gyalogot, itt király E5-öt tud lépni, és ugye most egy opozícióval tudja tartani, tehát a gyalog előnyt nem tudja fehér érvényesíteni. Király F3, király F5, és ugye, ha G4-et lépné, fehér azt le tudná ütni a fekete, és így sajnos az opozícióval tudja tartani, sőt, ugye mai óránk következő anyagával is szeretnénk beszélni, hogyha király E3 jönne, akkor király E5, és király F2-vel fehér esetleg próbálkozna, hogy nem lép jót fekete, és esetleg király E6-ot vagy király D6-tal rosszat lépne, de király F6-tal ugye most egy távoli opozíciót tart, ugye azt jelenti a távoli opozíció, hogy nem egy mező van közte, hanem három mező van a király között. Ez is opozíció, csak ugye ezt távoli opozíciónak nevezzük, ugyanúgy tartja is, hogyha király G2-vel megint próbálkozik fehér, ilyen cseles lépéseket, akkor király G6-tal tartja fekete az állás, és király G1-re pedig király G7-tel tartja a döntetlen, és ugye nem tud fehér előrébb menni, tehát bármi meglepő gyalog előnyünket nem tudjuk érvényesíteni, és döntetlen lesz a játszma vége. A királyt rakjuk vissza C5-re, a fekete királyt F6-ra, hát ha D5-öt lépne fehér király, ugye akkor fekete király F5-öt lépne, és hát jó, megnyerni nem tudná, de akkor fekete király be tudna hatolni a fehér állásba, és le tudná ütni a két fehér gyalogot, de ugye fehér
könnyedén eléri az F1 vagy F2 pontot, és tartja a döntetlen. Tehát ez nem jó lépés, rakjuk vissza a király C5-re és F6-ra, de ha király D6-ot lépné fehér, ugye akkor megszerzi az opozíciót, és ki tudja szorítani a fekete királyt. Tehát itt most ugye két lehetőség van. A fekete király inkább előre menjen, mint hátra. Ha hátra megy, akkor is könnyen ki tudjuk szorítani. Nézzük meg, hogy király F5-öt lépi, akkor ugye mögé kerüléssel fehér király E7-re tud menni, és tudja szorítani ezt a fekete királyt. Király G4, ugye elindul a fehér gyalogokért, király F6, és király üti G3, ugye más nem nagyon van, király G5-tel most abban az esetben van részünk, amikor ugye a fehér király tudja ütni a H5 gyalogot, de a fekete király ugye nem tudott a fehér gyalog elé kerülni, hanem a fehér gyalog mögött van, és ilyenkor is nyer a szélső gyalog. Tehát itt azt kell látni, hogy király F3-at lép fekete, próbálkozik király üti H5, király F4, de király G6-tal a fehér király el tudja vágni a fekete királynak a visszafelé vezető útját, és egész egyszerűen H5, H6, H7, H8-al be fog menni a gyalog, és vezér lesz belőle. Köszönöm a leckét, nagymester, el kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy az adott állást én játszottam világosan is, és az adott partiban 2013 március 3-án nem is látta meg a nyerő tervet, király D4-et húztam és döntetlenre rontottam ezt az objektíve nyerő állást. Mindenkinek kell gyakorolni és a leckéket venni a hozzáértő nagymester. Én inkább azt mondom, hogy ebből mindig tanulunk, itt akár szenvedőfélként vagyunk, akár szerencsés nyerőfélként ebből. Tehát ezek olyan állások, amik még akár sakkönyvbe is kerülhetnek, és remélem, hogy be fogsz kerülni. Már nem csak azért, hogy ugye nem nyertük, meg inkább azért, mert ez egy tanpélda, ami szerintem akár gyerekeknek, akár felnőtteknek ebből nagyon sokat lehet tanulni. És én mindenképp azt szeretném ebből igazából leszűrni, hogy nagyon sokszor alapvégjátékok jönnek ki, és általában, amikor nincs idő, akkor nehéz ugye ezeket megtalálni. Ha van időnk, akkor esetleg ki tudjuk számolni, de hogyha valaki már sok ilyet látott, akkor igazából is meg is jegyezte őket, akkor fogja talán, még akkor is vannak hibák, tehát ugye egy hosszú parti után, 4-5 óra után még ott is lehetnek ugye elnézések, de akinek esetleg már fejében van ez a tábla, olyan úgy, mint akár a szorzótábla, akkor ott már nagyon nehéz hibázni. Akkor még egyet megnéznénk. Király a C4-en van, a fehér király és a fehér gyalog a B4-en van, ami H8-ra került. Ugye ez az állás, és ez ugye, amiről beszéltünk, hogy három mező van a két király között, és fekete, ha jót lép, ő lép most. Igazából, ha fehér lépne, akkor is tudná tartani a döntetlent, de feketével király B8-al lehet csak a döntetlen tartani. Ha király C7, vagy király B7, vagy király D7 jönne, az gyakorlatilag mind a három lépés veszít, azért, mert fehér meg tudja szerezni az opozíciót. Király B7-re király B5 nyerne. Ugye már régebben az előző adásokban néztük, itt fehér megszerezte az opozíciót, megnyeri a partit, ki tudja a B7 mezőről szorítani a fekete királyt, rakjuk vissza C4-re és C8-ra. Ha király C7 jönne, ugye, akkor király C5 jönne, és opozíciót szerzünk, király B7-re király B5, és megint ki tudjuk szorítani, ha király A7 jönne, akkor még fehér-feketével, akkor király C6-tal ugye elveszük a B7 mezőt, majd ha király B8, akkor megint király C, B6, és ez már bárki lép, nyer, ez az állás, ezt kell tudni. Rakjuk vissza az állás ugye C4-re és C8-ra, ha viszont király B8 következik, ugye a fehér király nem tud B4-re menni a saját gyalogja miatt, ugye ha a gyalogját megtolja, akkor a király nem tud a gyalog elé kerülni, ha pedig király C5-öt lép fehér, hogy menjen előre a királya, ugye király C7-tel fehér, fekete meg tudja tartani az opozíciót, és ugye fehér megint nem tud, király B5-re, ugye próbálkozik, még király B7-tel tartja, de a B7 mezőt nem tudja a fehér király most elvenni, ugye király C5, még ezt gyorsan húzzuk le, király C7, B5, ugye ez még az első óránk volt, király B7, B6,
Ugye itt azt kell tudni, hogy a király ugye mindig bujócskázik, király B8-at lép, ugye marad a gyalognak a vonalában, király C6, király C8, B7 csak, király B8, és király B6-tal ugye pat lesz az állás, és sikerül a döntetlen kiharcolni. Köszönöm szépen, én mára ennyit szerettem volna bemutatni, mert mi nem tudjuk folytatni a következő alkalommal is. A megelőző műsorban egy feladvány megfejtő rovatot is elindítottunk a Lólépésben című magazinban. Egy konkrét sakkfeladványt állítottunk fel a táblán, és felhívtuk a kedves nézőket arra, hogy amennyiben szíveskednek a feladatot megoldani, megfejteni a kombinációt, és a helyes megfejtést beküldik a lolepesben@gmail.com internetes címre, akkor e-mail címre, akkor a helyes megfejtők között egy sakkönyvet sorsolunk ki. A megfejtők között kisorsoltunk megyénk egyik ifjú sakkozóját, csókolt a homlokon Fortuna vagy Kaisza a sakkozás istennője. A kisvádai óvodás korú Janecskó Pál a szerencsés nyertes, aki nem csupán helyes megfejtést küldött be, hanem őt sikerült kisorsolnunk is. Palikáról azt kell tudni, hogy megyénk sakkozásának egyik reménysége, óvodás korú még írni nem tudja a játszmákat, de már iskolában jár, már elsős. Igen, már elsőben jár már. Már diákolimpián is részt vett. Tavaly volt óvodás. Igen, tavaly volt óvodás. Köszönöm a kiigazítást, nagymester. Bocsánat. És kínálnánk a kedves nézőknek ennek a megfejtés rovatnak a folytatását. Jelen adásunkban is bemutatunk egy konkrét feladatot, kicsivel könnyebb az adott kombináció, kitalálása és megfejtése. A helyes megfejtéseket ugyanerre az e-mail címre kell beküldeniük, és a következő adásunkban is kisorsolunk egy sakkönyvet a helyes megfejtők között. Még annyit kívánok elmondani, hogy az előző adásunkban közölt feladat nagymesterek között fordult elő, Medvegy Zoltán és Szabó Krisztián nagymesterek, nemzetközi nagymesterek között a 2012 évi Snell Magyar Bajnokságban. Szabó Krisztián A-tempó azonnal húzta a nyerő lépést. A táblán szereplő állást ismeretlen játékosok játszották idén 2013. januárjában a prágai nemzetközi versenyen. Sötét megtette a lépését, a vezért E5-ről G3-ra tette, hogy matta fenyegessen védhetetlenül F2-n és G2-n egyaránt. Most világos van lépésen, és világos, helyes lépéssel nyerni fog, nyeri az adott állást. Kellemes szórakozást kívánok, mindenkinek eredményes megfejtést. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!